Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hét Ember, és a Hét Ember nem más, mint Snenánszki Flóra. Üdvözlettel, szép jó napot, jó estét! Jó estét! Hogy vagy? Jó vagyok, köszönöm. Ezt azért is kérdezem, hogy vagy, mert hogy hőségesen volt egy ilyen fölfutás, amikor ugye volt ez a Miss Intercontinental nevezetű szépségverseny, akkor ott Fási Ádám vezénylete alatt elindultál meghódítani a díjakat és a csúcsokat, és utána hazajöttél, szinte már győztesen, és azóta mi történt? Azóta igazából kaptam az Ádáméktől még egy lehetőséget, még egy világversenyre, ami tavaly novemberben volt Malajzián, és igazából nagyon jó volt, mert én régen úsztam, most viszont modellkedek, és ez a kettő együtt volt ott jelen, mert... Búvárkodni kellett? Búvárkodni kellett, igen, igen, igen. Úgyhogy a tengerek védelmében érkeztek meg a lányok a világ összes pontjáról, és rengetegszer kellett ugye vízbe lenni, búvárkodni, úszni, de közben megvolt ez a klasszikus színpadi felvonulások, esti ruhában, bikiniben, mindenben. Úgyhogy hatalmas élmény volt, és hálás vagyok, hogy kaptam még egy ilyen lehetőséget. Ezek mellett fotózások, forgatások és hasonló dolgok szoktak lenni, illetve a diplomámat végzem. Mi leszel, ha nagy leszel? Közgazdász. Jó, az elég száraz ahhoz képest, nem? Hogy egyébként meg bejárva a világot és a csillogás. Mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy talán kevesen tudják, hogy az ember hogy készül fel egy ilyen nemzetközi versenyre. Azért is kérdezem ezt, mert hogy ugye amit az ember lát kívülről, az a következő, hogy fölvonulnak balról jobbra, jobbról bal, valami kis koreográfia, aztán kész. De hát ez szó nincs erről, mert egy ilyen nemzetközi verseny, ez eleve nem egy-két napos, hanem ez egy kvázi egy rendezvény sorozat. Igen. A hazai felkészülésre gondolsz, vagy ami ott kínzárni? A nemzetközi, a hazai, mert a hazai talán jobban lehet látni, mert ott néha az ember lát ilyen verfilmeket, hogy elvonultak egy hétre táborba, és széttépítek a koreográfus idegeit, de utána ugye ez nemzetközi szinten úgy jelenik meg, hogy még megérkezik 120 országból 120 szépség, és akkor hirtelen rászabadultok egy országra, vagy egy térségre. Hát igazából igen, kint a felkészítő táborok sokkal hosszabbak, szóval az itthon ilyen kb. Egy hetes szokott lenni, ott kint 2-3 hét szokott eltelni, és igazából szerintem már az elejétől kezdve végig forgatások, fotózások, mindenhova visznek minket. Amúgy néha ugye belefér egy kis szórakozás, ugye megmutatják a várost, ahova érkeztünk például. Vagy például Malajziában, amikor voltam, ott három különböző ponton volt a felkészülés. Kezdtük a tengernél, utána felmentünk a hegyekbe, és végül egy nagyvárosban volt a döntő. Ezen kívül koreográfia, azt szerintem már így az elejétől mindig szokott menni, mert mindig szokott benne lenni tánc, és ugye nem mindenki ugyanolyan ügyes, és hogy ugyanolyan legyen az egész, meg mindenkinek ugyanolyan esélyei legyenek, ezért azt is, mert például így az elejétől elkezdjük. Illetve szerintem minden világverseny szokott lenni alverseny, ami ugye felkészítő tábor alatt szokott lenni, és akkor ugye azokra szoktunk felkészülni. Azért is kérdezem, mert ugye ez nem olyan, mint egy sportverseny, tehát hogy ennél nagyobb szubjektivitás nem is létezik szerintem versenyek és versenyek között, mint maga az úgynevezett szépségverseny. Maguk a versenyzők belül hogy élik meg, hogy ők is, tehát gondolom, hogy többfajta típusú versenyző. Van, aki azért megy oda, mert oda mentem, jó buli, jól érzem magam, semmi. Van, aki gondolom ráfeszül, hogy ezt nagyon szeretné minél jobb eredménnyel zárni. És van, aki oda megy, és azt mondja, hogy ez élete utolsó nagy lehetősége, hogy valami legyen, és ezért aztán teljes mértékben idegroncsként távozik, hogyha éppen nem nyeri meg ezt adott verseny, hogy belülről ez hogy lehet megélni azt, hogy ez egy valódi versengés ott egymás között, vagy nagyjából azért mindenki tudja, hogy itt a döntésnek egy 50%-a minimum a szerencsén múlik. Hát igen, ahogy mondtad, nagyon sokféle típus versenyző van, és szerintem, vagyis legalábbis én úgy álltam mindig a versenyekhez, hogy mindig nagyon pozitív van, hogy ez egy életre szóló élmény, ebből csak a jó dolgokat tudom magamnak így összegyűjteni, és szerintem itt mindenkinek így magában azt kell így értékelnie, hogy a saját országát képviseli, és hogy ő már egy nyertesként utazott oda, és hogy mindenképpen nyertesként fog távozni, mert a saját országából ő az, aki oda kiutazhatott
nagyon-nagyon-nagyon sok lány közé, és igen, ez már így, a végén szerintem már ez nagyon sok mindenből tevédik össze, hogy melyik lány nyeri, vagy esetleg melyik ország, biztos, hogy szerintem ezekben is van valami. Azért is kérdezem, mert hogy ugye itthon a szépségversenyek világát ugye az arról szindulással, hogy ugye tragikus körülmények között elhunyt az első szépségkirálynő, ez valamennyire beárnyékolja, meg hogy hát a magyar piac, a magyar lehetőségek azok mindig még a legszínvonalasabb verseny esetén is. Azért mindenki érzi azt, hogy mivel nem látja, hogy hova tovább, hogy hát ez egy ember, jó, hát szépségverseny hasonló. Miközben, amit én láttam a világban, személyesen is tapasztaltam, az látszik, hogy vannak országok, ahol erre külön ország imist építenek fel, tehát imást építenek fel. Tehát, hogy az adott versenyzőről teljesen meglepődtem rajta, hogy például a Miss World világversenyen a bizonyos versenyzőkről óriás plakátok jelentek meg az adott városban, ahol ezt rendezték. Azt hiszem, hogy a mexikóiak voltak, akik erre külön pénzt... Ezek a latin országok nagyon erősek. Pénzt töltek, akkor volt olyan versenyző, akinek saját fanklubja volt, saját oldalakat hoztak létre, lehetett merchandising termékeket, kiskitűző, zászló, sár, tehát hogy mindent próbálnak belőle kihozni, amit csak lehet, ami az ország szempontjából rendben volt. Mi ezt valahogy mostohán kezeljük, nem? Hát a latin országok amúgy így, ezek a legerősebbek szerintem mindig egy ilyen szépségversenyben, de szerintem ők már így kiskoruktól kezdve így erre készülnek, egy-két lány, hogy ő majd ott lesz ezen a versenyen. De igazából én itthon a versenyem előtt szerintem rengeteg mindent megkaptam. Szóval elvittek tévébe, amit csak ki lehetett hozni az egészből, az szerintem így nálam így ki lett hozva itthon. Úgyhogy nyilván minden országban ez így másképp zajlik. Szerintem Európa eleve egy kicsit így ebben így gyengébb valahogy, mint mondjuk ahogy Amerikában vagy egy-két helyen erre felkészülnek, de szerintem nekem nagyon jól sikerült a felkészülésem itt is. Az rendben van, nem is a felkészülésre gondoltam, hanem hogy pont azok, akiknek mondjuk lehetne a felelős. Nem, hát a média meg hát egyfajta ország, ahogy mondtam, országképépítés, hogy fogalmazunk szépen, az országképítés szempontjából, ha már kint van egy magyar lány nemzetközi verseny, akkor tudja, hogy én, hogyha nemzetközi turisztikai ügynökség lennék, akkor azt megnyomnám egy kicsit, hogy megjelenjen egy-két hirdetés, hogy külön odafigyelni rá, hogy mégiscsak, mert hát a döntéshozók számára is, akik ugyanúgy járnak az utcán, hasonló vélhető, amikor azt látják, hogy mexikói lányról van óriás plakát hirdetés, vagy éppen földobja folyamatosan a közösségi portál hirdetése, hogy ő neki szurkolunk, és reméljük, hogy megnyeri, akkor már úgy másképül be a zsűri is, úgymond a végén a döntőbe, hogy azt látja, hogy e mögött van egyfajta támogatottság, notabene nézettség, tehát, hogy ilyen szempontból gondolom, csak hogy előbb-utóbb ezt is át kell törni, és véletlenül ennek egyik nagy áttörése lesz az, hogyha minél jobb eredményeket érnek el a világversenyen a hölgyek. Mit szólsz azokhoz, akik egyáltalán nem szeretik a világversenyt? Főleg ugye az ember óhatatlanul látja minden egyes szépségverseny esetén, nem rád fókuszálva, hanem úgy összességében, hogy mindig megjelennek azok a hangok, hogy ugyan már minek ilyen, meg ez a nőket megalázza, meg kellemetlen helyzetbe hozza, és nem szabadna engedni ilyen versenyeket. Ezekre te mit reagálsz? Én amúgy nem hallottam ilyeneket, szerencsére, de mondjuk de én eleve volt. Mindig így kizárom ezt a külvilágot, és csak saját magamra sose olvasok posztokat? Vagy hozzászólásokat? Nem, az elején még elolvastam egy-kettőt, nyilván volt benne jó is, rossz is, és volt, ami nagyon rosszul esett, és utána én így megfogadtam, hogy nem, azt így kizárom, senkinek nem, vagy nem létezik olyan ember, aki így mindenkinek meg tudna felelni, úgyhogy szerintem mindenkinek itt is csak magába kell így belenézni, hogy saját magával legyen rendben, saját magára tudja, hogy ő így, hogy áll is. Úgyhogy én így nem kaptam ilyen rossz. De ezt nem csak te kapod, azért mondom, hogy átlagában van egy olyan fajta dolog, hogy ez igazából, ez a szépségverseny, ez kvázi egy ilyen embervásár, amit igazából nem is lehetne támogatni, még nem is szabadna ezen elindulni, akkor ezzel te nem értesz egyet, hogy egy embervásár lenne. Szerintem ez nagyon szép dolog, hogy minden országban, minden évben ott van egy lány, akit kiválasztanak, és minden versenynek nyilván megvan a témája, hogy miért, mi a célja annak,
Miért kívánják felhívni a figyelmet? Igen, mert, és egy szép ezen... hölgyet szerintem mindig fel lehet hívni minden igen, a figyelmet, úgyhogy... Gyerek kutya a szép hölgy. Ez a marketingben még mindig működik, hogy ha valamelyik megjelenik ezek közül, akkor nagy valószínűséggel már nagyobb a figyelem. Nem mondhatom másképp, hiszen volt már itt a afrikai szegénységtől kezdve nagyon sok minden volt, ami már témája volt egy ilyen ügynek, de hát te magad is, ugye ez kötelező érvényű is, gondolom, hogy ezt szívesen vállaltad, a Fási Ádámot is ismerve, hogy azért megfelelő jótékonysági feladatokat láttál igen. el itt is. Melyik volt a legszívhez közelebb álló feladat? Ami itthon volt, ugye az Ádámékkal nagyon sokat mentünk szegény gyerekeket meglátogatni, és vittünk nekik ajándékokat, és különböző ételeket, és az mindig nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt azt úgy átadni. A kinti versenyeknél pedig nekem ez a malajziai volt a kedvencem, ahol a tengereknek a szennyezettségére volt, vagy hívtuk volna fel a figyelmet, és ott is ugye mentünk, rengetegszer gyűjtöttük a tengerparton a szemetet, meg ugye az élővilágot is ott nagyon megkárosította, úgyhogy az is egy jó cél volt, meg nekem nagyon a szívemhez közel áll az ilyen vizek védelme. A hölgyek mennyire vetítása egymásnak? Tehát, hogy ugye csak a beépített szépségből tudunk kiindulni az amerikai filmsorozatból, ami hát persze megfelelő szűrővel kell kezelni, de az életre menő harcokon kívül születnek életre menő barátságok is, mert mégis ott össze vagytok zárva 3-4 hétig, tehát kialakulhat valami fajta, vagy pedig mindenkinek a konkurencia, és amikor vége, akkor ezek a dolgok, mint a gyufa lángja, föllobbannak és eltűnnek. Hát itt megint előjön az, hogy ott már mindenki valamilyen szinten nyertes, és egy hazai verseny szerintem sokkal nagyobb a versengés, de nyilván egy világverseny is a vége fele azért ott kijönnek ezek a kis cica harcok, de nekem mindkét versenyről lett egy barátnőm, aki szerintem ilyen életre szóló barátság lesz. Már volt is, aki idejött hozzá, én kimentem hozzá, meg most is tervben van még... Például az előző versenyről a svéd lányjal nagyon jóba lettem, és ott is már beszéltük, hogy ő is jön, de Magyarországra én is meglátogatom őt. Úgyhogy nem lehet mindenkivel jóba lenni, de szerintem mindenki megtalálta magának azt az embert, és akkor nagyjából így azzal is töltöttük így ezt a egy-két hetet. Vagy akár hármat. Vagy hármat. Vagy hármat, ahogy mesélted. Ha már említetted, hogy barátnők meg utazni, meg ide-oda, hát most utazni kevésbé lehet. Egy ilyen fiatal hölgy, mint te, hogyan élte meg ezt az egész vírusos időszakot? Tehát a te szemeden keresztül ez hogy látszik, ami itt történt mondjuk februártól júniusig? Hát én nagyon nehezen viselem a bezártságot, úgyhogy próbáltam lekötni a figyelmemet mindenféle. Elkezdtem több nyelvet tanulni, elkezdtem egy webshopot készítgetni, így a családon belüli ilyen vállalkozásban. Úgyhogy így próbáltam magam lefoglalni, rengeteget sütöttem, főztem, amit szerintem kb. Így mindenki csinált így otthon. Úgyhogy amúgy így kipróbáltam rengeteg új dolgot, és így próbáltam magam lekötni, azt nem mondom, hogy 100%-osan minden egyes percemet otthon töltöttem, próbáltam azért kijárni így a levegőre, az erdőbe futni, vagy valami, mert... De amúgy le a kalapalának, aki ezt a pár hónapot otthon töltötte, mert én képtelen lettem volna rá szerintem. A kapcsolatokat mennyire sinlette meg már, mint a baráti vagy ismerős kapcsolatokat? Mert azt veszem észre, hogy például nagyon sok ember ez a bezárkózás, ez vagy azt okozta, hogy a neten keresztül nyitott mindenfelé, és minden kapcsolatot szívott magába, másik fele pedig teljes egészében bezárkózott a net vagy telefon világában is, és most egy ilyen kis sündicskózást álláspontban van éppen, hogy most nem tudja eldönteni, hogy mi legyen, tehát hogy nyisson ki újra. Én amúgy az elétől kezdve már egyből leköltöztem a családomhoz, és így velük voltam. És azt a kapcsolatot például nagyon megerősítette, hogy így újra ott voltam így a családommal, mert már nagyon-nagyon régen így éltem együtt velük. A barátokkal meg igazából szerintem semmi változás. Ugyanúgy próbáltuk tartani a kapcsolatot, Skype-on, szerintem még talán ez is így megerősítette azokat a kapcsolatokat is, és most, hogy már lehetőség van arra, hogy kijárkálhatunk, meg megnyitottak minden helyek, úgyhogy most meg már nagyon-nagyon lehet élvezni ezt a nyarat.
Hát remélem, még sokáig. Határokon belül mindenképpen süssön a nap, és mindenki legyen egészséges. Engedd meg, hogy a tévé meg a magam nevébe hadd adjak hát egy kis díjat a hét emberét, elismerve egyrészt a jótékonysági munkát, másrészt pedig azt a kitartást, amihez mind kellett. Fogadd szeretettel. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a hét emberére önök is tehetnek javaslatot. Kik vagy ki legyenek a hét emberei, ezt megtehetik nálunk, mi pedig hamarosan folytatjuk. Ez továbbra is a hét embere, és a hét embere nem más, mint Györgyi Levente. Szervusz, üdvözöllek! Szép jó napot! Mi felé jársz felénk? Mi, hogy miben kéne járnunk, mert hogy elvégre te magad a cipők minden, vagy a láb minden tudója vagy? Így van. Én az Ortomax Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója vagyunk, és fő így vagyunk? Hát vagyunk igazából. Többen vagyunk. Igen. Rengeteg kollégával mindenhonnan. Fő célunk az, hogy az emberek mindennapjait megkönnyítsük. Ugye nagyon sokan úgy telnek a mindennapjaik, hogy fáj a lábuk, na mi ezt szeretnénk megakadályozni. De hogyan lehet? Hát ennek az első módja az, hogy egy ortopédiai vizsgálaton kell részt venni, ami természetesen díjmentes, ahol a doktor úr, hogyha van panasz, megvizsgálja a beteget, ha nincsen panasz, akkor is megvizsgálja a beteget, hogyha ne adj Isten, a jövőben kialakuló betegség felmerülhet, azt időben észleljük. Ezzel megakadályozva azt, hogy további fájdalmak legyenek. És utána még, hogy folytatódik tovább? Tehát mondjuk elmegy hozzátok a páciens. Így van. Vagy gyógyulni vágyó, vagy éppen lábfájdalommal küzdő. Van. Akkor először találkozik egy orvossal. Így van. Az orvossal, miután találkozott, az megállapítja, hogy egyébként... Van-e problémája a betegnek? Igen. Tesz javaslatot arra, hogy javasolt-e egyedi cipőkészítése, vagy talbetét készítése, ezt a beteg eldönti, és akkor ebben állunk rendelkezésre, hogy mi ezt nagyon szívesen elkészítjük a betegnek. Ugye én gyerekkorom emléke az ortopéd cipőkről, azok ilyen nagyon bumfordik, meg nagyon őrülnek. Ehhez képest én néztem a ti katalógusotokat, hát abban aztán már van mindenféle. Tehát, így van. Hát ami ugye... szemszájnak ingere. Igen, ugye a komfortérzet mellett azért a megjelenés is fontos. Ez legyen bármilyen korosztályra kivetíteni, lehetséges. A nyugdíjastól kezdve egészen a gyerekkorig. Igen, a gyerekcipőket is látom. Így van, azok is vannak. Ugye az, hogy nyugdíjba lép az ember, az nem azt jelenti, hogy ortopéd cipőt kell hordania. Ezért nevezzük inkább egyedi cipőnek, mert ugye az ember megszabhatja a mintát, a színt, a modellt, az, hogy hogyan nézzen ki, mihez akarja felvenni. És ugye ezek azok a részek, amikben próbálunk úgymond többet nyújtani az embereknek. Azt jól tudom, hogy a TBS támogatja? Vagy egy párt egy évente, vagy hogy van ez? Így van, évente egy párat lehet igényelni. Ugye ez az, hogy az orvos tesz-e javaslatot, amit receptkiállításnak hívunk. És de ezt nálatok megteszi? Ezt így van, így van. Tehát nem kell még egyszer orvosi? Nem kell elmenni STK-ba, ugye a magárendelésnek ugye ez a... szolgáltatás nálunk ez arról szól, hogy azért tettük ingyenessé, hogy az emberek egy az, hogy ne várjanak sokat, mert ugye rengeteget kell idézőjelbe várni az STK-s rendelésre, továbbá az, hogy célzottan megtaláljuk az embereknek a problémáit. És ugye ez az a két dolog, ami megkönnyíti a bajok kezelését. Ráadásul, hogyha az ember elmegy orvoshoz, és kiderül, hogy nincs baja, akkor meg nem került semmibe, viszont nem kell órákat várnia. Így van, és ugye amiről beszélünk, hogy a betegnek nem kell sorban állnia, ezt már mondtam. Igen. Ugye egy jó cipő, az tényleg meghatározza az embernek a mindennapjait. Én láttam, hogy nálatok vannak elegáns cipők is, sportosabb kategóriában lévő alkalmi cipő is, ha valaki úgy dönt, hogy egy éven keresztül alkalmiba akar járni. Így van, igen. Mik a leggyakoribb láb problémák? Hát ugye a bütyök és a kalapás láb úgy kialakulása, az, ami átlagosnak mondhatjuk. Ugye azt tudni kell, hogy az ember az nem erre a épített talajra van kitalálva, tehát a természetes talajra vagyunk kitalálva. Ugye a bokasüllyedés, a bütyök és a kalapáslábú kialakulásának az előfeltétele egy genetikus, a másik része az életmód. Tehát ugye nagyon sokan szűk cipőben járnak, lapos talpúban járnak, ez mind elősegíti ezeknek a kialakulását. Ha már ki van alakulva a betegség,
Ugye az a mindennapokban az érződik, nem tudja felvenni úgy az ember a cipőt, egy számmal nagyobbat vesz, ugye az is ront a helyzeten. És ugye az egyedi cipő, tehát nem véletlenül nem nevezzük ortopéd cipőnek, az egyedi cipő az ebben tud segíteni, hogy ezeket a problémákat egy az, hogy lehet kezelni, továbbá a mindennapok könnyebbek lesznek. Tehát azok a fájós pontok, hogyha mondjuk van egy talpi párnán egy kiálló csont, ami nagyon nyomja a talpat, ugye ezt tudjuk kezelni azzal, hogy oda plusz betétet építünk be. Tehát megemeljük úgymond azt a részt. Ugye mondtad, hogy kalapács új, meg bütyök meg ilyesmi. De például, ami nekem meglepetés volt, hogy a diabétesszel rendelkezőknek is külön így van. Cipőt kell hordani. Igen, a cukorbeteg embereknél azt tudni kell, hogy ugye más az alvadásuk. Tehát, hogyha sebesedik a láb, és ez főleg általában a cipőtől szokott előfordulni. Ha sebesedik a láb, ugye rögtön el kell menni orvoshoz, és meg kell neki mutatni. Tehát akármilyen kicsi legyen az a seb, lássa egy orvos, mert ő ért hozzá. A diabétes cipőknél ugye teljesen más betét készül. Máshogy van levéve, tehát máshogy készítjük a cipőt, más kapta fára, mint egy egészséges embernek, ami azt jelenti, hogy több mozgástere van a lábnak a cipőbe, de mégsem mozog annyit. Tehát az, hogy ne dörzsölje ki a lábát, ne azokon a nyomáspontokon fejtsünk ki plusz nyomást, ezeket tudjuk megakadályozni a diabétes cipővel. És akkor elkészül egy ilyen cipő. Mennyi idő, amíg elkészül egy ilyen cipő? Hivatalosan 3 hónapon belül kell elkészíteni a cipőnek, mi 4-6 hetet vállalunk. Ebben a 4-6 hétben beletartozik ugye az, hogy egyedi kaptafát készítünk, egyedi minta készül a cipőre. Általában egy olyan 2-4 héten belül elkészül. Ez attól függ, hogy mennyi megrendelés van. Ugye nincs az, hogy előre veszünk bárkit, sorba jönnek ki a cipők. Mi 4-6 hetet vállalunk, általában azon belül is el tud készülni a cipő. Ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy semmit nem kell fizetni mindaddig, amíg el nem készül a cipő. Így van. Ami nagyon fontos, tehát hogyha az ember egy szolgáltatást vesz igénybe, ez főleg a gyógyászati segédeszközöknél van, mert ugye az ortopéd és egyedi cipő és egyedi talbetét az gyógyászati segédeszköznek minősül. Itt nagyon fontos az, hogy a beteg addig ne vegyen át semmit, amíg nem tökéletes. Ez azt jelenti, hogyha bármi baj van a cipővel, azt el kell mondani. Mert a cipész nem tudja, hogy mi a probléma. Tehát, hogyha az ember felveszi a cipőt, ugye mi levettük a méretet, elkészítjük, mi is hibázhatunk. Ez fontos tudni, mert tökéletes nincs. Mert a bőrcipő, amikor először elkészül, nagyon feszes és nagyon merev. Ez azért van, mert ugye, ahogy kaptafára húzzák a bőrt, az megkeményedik. Ugye továbbiakban a betét is felveszi az embernek a lábformáját, ezt is tudni kell. És a lényeg az, hogyha valaki átveszi a cipőt, és valami problémája van, azt el kell mondani. Mert akkor tudunk segíteni. Tehát ne legyen senki se szégyellős, hogy jaj, hát ennyit dolgoztak, van, meg ott van, aki csinálta fontos. Fölve. Egy picit nyom, de se baj, erre azt kell mondani, hogy ez teljesen lényegtelen. Ha pici nyomást érez az ember a lábán, ugye már ott helyben tudjuk javítani, tehát a boltban, és mellesleg egy idő után ugye a cipő fog tágulni is. Tehát ahogy felveszi a lábnak a formáját, lesüllyed a talbetét, így fog tágulni. És ugyanezt vonatkozik a többi gyógyászati segédeszközre is. Hogyha bárki bárhova más helyre megy el, addig nem szabad átvenni az eszközt, amíg nem tudja kezelni. Tehát olyan nincs, hogy odaadjuk a betegnek, és akkor menjen Isten hírével. Mert sajnos sokszor előfordul az, hogy valaki megkapja a cipőt, jó, átveszi, aláírja, kifizeti, és akkor benn van a szekrényben. Na ezt nem szabad csinálni. Mert ugye évente egyszer jár, az a támogatás az azért van, hogy az ember minden napja legyen jobb. És ugyanálunk mi ezt azzal küszöböljük ki, hogyha jön a beteg, felpróbálja a cipőt, akkor minimum 5-10 percet azért sétáljon benne, mert akkor derülnek ki a problémák a cipőkkel. És az ember megkap egy új cipőt, akkor az se olyan, hogy azonnal 12-24 órát kell hordani, nem? Így van, ez hogy is kell? Nagyon fontos, hogy az első héten, ezt én szoktam javasolni, hogy ez az egyedi cipőnél, vagy bármi más cipőnél, az első héten 2 órát otthon kell hordani, utána 4-et, akár ha elmegy az ember piacra, vagy elmegy az unokákhoz, 3. héten 6 órát, és 4. héten már lehet a 8-12 órát hordani, ha úgy alakul. Ugye említetted volt, hogy unokákhoz, ez akár lehet egy családi program is, amikor elmegy a ingyenes ortopéd vizsgálatra, tehát vieti az unokát, a fiát, lányát, menyét, anyósát, barátnőjét. Így van. Ami nagyon fontos tudni, hogy az induló korhatár, az ajánlott, az a 3 év utáni. Uh-huh. Tehát ugye a gyerekeknél gyorsabban fejlődik a csontozat,
hiába vizsgálja meg az orvos, mert hogy a szülő lát olyat, ami szerinte nem jó, az orvos ugyanazt fogja mondani, hogy még fejlődik a gyermek. Uh-huh. Tehát ugye azt szoktak látni a szülők, hogy óláb alakul ki a gyereknél, bokasüllyedése van. Ez körülbelül egy ilyen 5-6 éves korig ez egy változó tendencia. Tehát 5 éves kortól szokás felírni, vagy javasolni az egyedi ortopéd cipőt, és akkor utána lehet bevezetni ezt a dolgot. Ez egy nagyon jó módja annak, hogy meg lehessen előzni a jövőbeni betegségeket, tehát a bokasüllyedés, harántboltozati süllyedés és ehhez hasonlókat. Honnan jött neked ez a cipőmánia? Hát nagymamám cipőkészítő volt, ő a Dunacipőnél volt, édesanyám a Kalálkánál volt, és akkor én így kerültem bele ebbe a dologba. De mi ennek a szépsége? Tehát, hogy mi fogott meg téged ebben? Mert az én nagymamám is foglalkozott sok mindennel, de eszembe se jutott, hogy azzal foglalkozott. Azt, hogy segíthetünk az embereknek. Tehát ez a legfontosabb azzal kapcsolatban, hogy ugye a mai rohanó világban sokszor halljuk azt, hogy siet mindenki. Ugyanez van a rendeléseken is, hogy csak ránéz az orvos a betegre, nincs empátia, menjen, megkapta, menjen Isten hírével. Na, ezek azok a dolgok, amik engem motiválnak. Tehát azt, hogy amikor látom, hogy akár egy fogyatékos gyermek, vagy egy idősnek átadjuk a cipőt, és jó cipőt kapott, és azt a mosolyt, azt nem lehet megfizetni. Mert tudjuk azt, hogy egy év múlva is visszajön, mert az az egy éve úgy fog eltelni, hogy nem fáj a lába, vagy pedig csökkent a fájdalom. A vírushelyzet, meg a vírus időszak, amiben gondolom én, hogy kevesebben dolgoztatok. Így van. Ez hogyan befolyásolja a mostani időszakot? Magyarán szóval, tettetek olyan óvintézkedéseket, amelyek elősegítik azt, hogy mindenki teljes biztonságban így legyen. Így van. Tehát az ortopédiai rendelőben és a gyógyászati segédeszköz voltunkban levegőszűrő berendezések vannak, készfertőtlenítés. Továbbá, ami nagyon fontos, hogy időbeosztásra jönnek a betegek. Tehát maximum 2 beteg van bent a 60 négyzetméteres helyiségben, és az a 2 beteg jó, is. Tehát. Igen, és az a 2 beteg is külön helyiségben van. Tehát amíg az egyik beteg bent van az orvosnál, addig a másik kint az előtérnél ugye tudunk vele foglalkozni. És a dolgozók hogyan élték meg? Mert hogy említetted volt, hogy jó sokan dolgoztok, ott jó sok cipész van. Hát igen, ugye van olyan cipészünk, aki Erdélyből származik, ő most tudott hazamenni, de vissza most még nem tud jönni egyelőre. Ugye nálunk nagyon sokan úgymond a veszélyeztetett korosztály határán vannak, tehát idősebbek a cipészeink. Ugye itt is előfordult a jó szakember az ilyen? Igen, ugye itt is előfordult az, hogy féltek az emberek. Mi igyekszünk mindennek megfelelni. Továbbá, aki bejön a boltba és nincsen szájmaszk, azt ingyen kap szájmaszkot is. Tehát, hogy még véletlenül se legyen az, hogy gócponttá alakuljunk, vagy pedig elosztóvá a betegséget. Tehát akkor most kinyitottatok. Én igazából azért hívtalak meg téged ide, hogy minél többen tudják azt, hogy semmilyen kötelezettséggel nem járva van mód és lehetőség rá, hogy egy orvos lássa biztonságos körülmények közé, és hogyha az orvos úgy dönt, hogy itt alkalmas, hogy akkor nem ortopéd, hanem egyedi cipőt készítsenek, akkor ezt már meg tudják tenni, felveszitek a méretet, elkészül, és csak a legvégén kell fizetni, no pláne igénybe veheti a TB támogatást. Ez hány százaléka a cipőnek a TB támogatás? Hát azt pontosan nem tudom megmondani. Ja, mert attól függ, hogy milyen cipő? Nem a cipőtől függ, ugye a betegséget a doktor határozza meg. Tehát ja, értem, kombinálva tehát más... vannak a betegségek, 5 kategória van. Többet sajnos erről nem mondhatok, ugye. Tehát ezt mindent személyesen tudunk elmondani a betegeknek. Tehát, hogyha mondjuk az orvos javasol egy cipőt... Kipipálok még egy dolgot, hogy nem sikerült beugrasztani téged, mert a nézőknek el kell mondani, hogy ugye rátok egyedi cipő vagy ortopéd cipőkészítőkre különleges szabályok vonatkoznak. Így például saját magatokat nem reklámozhatjátok, az árakat nem tehetitek ki, mert... Így van, semmi nem jelenhet meg. Semmi nem jelenhet meg. Hát média törvény alá tartozik. Ezért is beszélünk inkább arról, hogy maga a cipő, amit mi gyártunk, forgalmazunk, és maga a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, az hogyan működik. Hát átmentél a teszten, ezt akarom mondani. Hát bízom benne, hogy... ide nem hibáztál, pedig megpróbáltam gonosz módra, hát hogyha sikerül kicsikadni hát, belőle valamit. Néha előfordul telefonban is, hogy beugratnak, de hát így személyesen azért sokkal könnyebb. Magyarán szóval mindenki, aki biztonságosan szeretne találkozni, ingyen és bérmentve egy ortopéd szakorvos, az nyugodtan keresen titeket várjatok, és nincs kötelezettség, tehát hogyha azt mondja az ortopéd szakorvos, hogy
önnek szüksége lenne egy ilyen cipőre, de valamiért úgy dönt, hogy nem úgy csinálja meg, akkor se kell fizetni. Természetesen, ez így van. Továbbá az is fontos, hogyha azt látja az orvos, hogy nem javallott a cipő, az se kötelező. Tehát semmi kötelezettsége nincs a betegnek itt. A legfontosabb az, hogy megjelenjen és megvizsgálja az orvos. És akkor így nyerjünk úgymond időt neki. Hát akkor szárnyaló malac léptekkel tudunk tovább szaladni, tovább kocogni. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, hogy megtiszteltél. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a hét emberére önök is tehetnek javaslatot, hogy ki vagy kik legyenek a hét emberei. Várom szeretettel javaslataikat. Egy hét múlva találkozunk. Viszontlátásra!